Jó reggel, Vietnám! Szevasztok, traktorarcok! Mi újság van? Hát hoztam megint egy részt ebből a professional farmingból, és annyit el akarok mondani így a videó elején, hogy lesz 100 év a mezőgazdaságban farming szimulátor is, esélyes, hogy ma. Nem ígérem 100%-ra, de szerintem ma mindenképpen, ma lesz, most már megígértem, most már lesz. Meg annyit akartam még mondani, hogy mindig olvasom az előző videó alatti kommenteket, tehát hogyha ez alá a videó alá kommentelsz, akkor valószínű, hogy meg leszel említve a következő videóban. Tehát na, olvastam az előző rész alatti kommenteket, és egy dolog így megfogott, hogy valaki írta, hogy hát lehet, hogy egy kicsit túl sokat vársz a játéktól. Egyébként én így állok hozzá mindenhez, mármint az összes játékhoz is, a farming szimulátorhoz is így állok hozzá, és azért emelem ki azokat a dolgokat, amik nem tetszenek, mert sokat várok tőle. Ettől a játéktól is sokat várok, egyelőre még nem csalódtam benne, de hogyha lesz olyan dolog, ami kritikát érdemel, akkor mindenképpen ezt ki fogom emelni. Az előző részben egyébként én sejtem, hogy te miatt írtad ezt a kommentet, hogy a én vártam volna azt, hogy ott a földön elsüllyed az a gép. De ugye az egy nagyon pici gép volt, nem tudom mennyire volt felázva a talaj, és arra leszek kíváncsi, hogy majd olyan gépekkel, amik nagyon nehezek és nagyon nehéz eszközöket húznak, azzal mi fog történni. Ugye ott azért már szélesebb gumik vannak, nagyobb tapadás, viszont ugye sokkal nehezebbek. Én néztem ilyen képeket Steamen, amikor vonóruddal vontatják ki a gépet a sárból, mert addig el van süllyedve, rohadtul kíváncsi vagyok, ez mennyire fog megvalósulni. De most ne is ezzel foglalkozzunk, hanem új tutoriál jön, a cséplés, ami szerintem azért mindenkit így ojojojojoj, itt aztán nem közlekedhetsz ki az utcán, ott van, tudom, hogy farming szimulátorban is van ilyen kocsi, de jó, oké, várjatok, nyugodjunk meg egy kicsit. Ebben a bemutatóban a Combine-t, a Class Tucano 570 és a Class Vario 930 adaptert a gabonamezőre viszed, ott majd elvégzed a cséplést a fordulón, és ha van kedved a tábla többi részén, ugye? Ellentétben ugye a talajműveléssel, például a kultiválással, a fordulón kezdünk, és utána fogjuk ugye a többit learatni. Ott, itt ez teljesen fordított, ugye? Jaj, nagyon tetszik, már most nagyon tetszik. Na, a fordulón hozzátesznek ilyen kis adalékokat, amivel az ember így már egyből, jaj, beköszönni a kombányba, hol kell beszállni? Jaj, de jó, várjál. Oké. Milyen kezelőszervek vannak itt, nézzük. Nyisd ki és zárd be a tartály fedelét. Indítsuk be a motort. Nyisd ki és csuk be az ajtót, azért már megint itt a piszkál vízvillogók, munkalámpák, ide, távolsági fényszóró, megkülönböztető jelzés, menetfények. Várjál, én egy megkülönböztető jelzést csapok föl. Várjál, rádió, oké. Tükrök állítás, ajtó betevése, tegyük be, nem, ezt kikapcsolva ezt a megkülönböztető jelzést. Menetfények. Kapcsolása, baza, itt van itt minden. Jó, kikapcsoltam, oké, na. Ne a fényekkel legyünk itt elfoglalva. Jaj, várja, meg kell néznem kívülről. Hogy mozog ez? Arra vagyok kíváncsi, hogy mennyire fog ez billegni. Jaj, már nagyon várom. Nagyon várom, hogy arassunk. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy van animálva. Azért egy grafika is nagyon fontos egy ilyen játékban. Gyerekek, ez föl tudja, oda nézzé, és izé, kinyillott neki egy ilyen szőrközet. Ezt Q-val már föl tudnám venni, de én megpróbálom, én kiszállok, gyerekek, bocsánat, mert azért, hogyha már van olyan, hogy realitás, akkor nézzük meg, hogy mit tudunk itt csinálni. Itt nem tudunk semmit csinálni, ez belül, ez várja mi? Csatlakozata. Álljunk félre, mert orba vág minket, gyerekek, nem tudok úgy állni be azzal. Ez fájni fog, lehet, nem? Aha, jó, fölcsatlakoztattuk. Egyébként úgy kellett volna, hogy leengedem azt a szart, úgy ráállni, meg minden. Na várja. Az adapter elég nagy, így közúti közlekedésre alkalmatlan. A szántóföldre egy speciális szállítóval juttatjuk ki. Tedd fel az adaptert az utánfutóra, és csatold le a kombányról. Jó. Oké. Okay. Tucano 570. Kurva jó. Bocs, hogy ezt mondod, de kurva jó, oda nézzé. Micsoda műszerezettség. Nem hiszed el, kár, hogy nincs zoom. Nincs zoom, basszus. Megnézem azt a műszerezettséget, mindent is mutat, öcsém. De bazza, üzemanyagunk az nuku, hallod? Majd valahogy rá kéne fordulnom. Ó, mi van?
Micsoda íze, micsoda részletesség. Jó van, próbál a kipőrávora fordulni. Szerintem okosan. Az tök jó, hogy egyébként fölengeded a gázt, hogy még tovább lendül, látod, még mindig gurul. Még mindig gurul a kombány. Így, és okosan megáll. Van súlya, és megy tovább. Van szállítóra. Jó, Q-val leteszem szerintem. És akkor így, Q. Mária, mennyire kell pontosan? Jó, mondjuk, hogy jó, ugye? Szerintem az így oda is rögzítődött. Oké, és akkor most csatlakoztatjuk a szállítót. Tehát ezt mindenképpen külső rédekbe. Nagyon tetszik. Kíváncsi vagyok, milyen új feature-ök fognak megjelenni az aratással kapcsolatban. Amiket ugye nem tapasztaltunk más játékokban, de komolyan mondom, nem fogom emlegetni a Farming Simulátort, mert mindenki azt hiszi, hogy én így ellene vagyok, de nem. Figyeld, rátolatok okosba, hallod, egész odáig, úgy. És akkor most kiszállok. Bocs, hogy én ilyen boltatott vagyok, de ez nagyon élem. Várj, betettem az ajtót. Na, átrabattyogunk. Ugye később nem lesznek ezek a ilyen holografikus szerű dolgok, csak most mutatja, hogy hova kell állni. Várjál. Oké, és akkor oda rácsottak hozzá, ahogy kö gyerekek, ahogy kö ne viccelj, vagy csak 21-es vezér, hát ki élvezem? Ki kell élvezni az gyerekek? Na jaj, adja. Jó, menjünk belsőbe, 21-es vezére odahajtunk. Kapcsoltam neki egy kis, ezt nem lehet bekapcsolni, mi ez? Kamera? Kamera? Ne! A életben mi ez? Figyeld! Nézd meg! Nem várok sokat ettől a játéktól, mindig van egy ilyen pluszt. Oda néz! Van hátsó kamera! A játékon belül kapcsolhatod így! És ne! Állj, megállok, állj! Mozgatható! Tudod mozgatni, hátsó kamera van, bazze! Most! Azért egy ilyen apróság. Most várjál, nem ám kirakom a csövet itt. Ez ilyen szélességjelző. Ó, van két ilyen szélességjelző elem. Azt akartam mondani, hogy ilyen apróság akkorát tud dobni a játék élményen. Nézd meg, és tök olyan, tényleg kamera képe van, hogy egy ilyen kis... Tök olyan, mint hogyha tényleg kamera képe lenne, mint egy ilyen széles látójú, tolatókamera szerű. Ó, ennyi a... Egy a francba, de én ezt nem tudom feldolgozni. Mi a franc volt? Ez recsentette, öcsém. Nem hallottátok? Ez mi recsent, bazzag? Mi volt ez? Jó, megyünk a földre aratni. Szerelvénye. És bazzag, nagyon élem. Nagyon élem. Ez multiplayerben, gyerekek? Ez tényleg nagyon, nagyon kajak lehet. Sokkal lassabb a játékmenet. Mivel ugye több dologra kell figyelni, jobban beleéled magad, nem az van, hogy átrongyolsz a földeken. Nyilván itt is lehet azt csinálni, de valahogy ez ide nem illik. Ez körülbelül olyan, mint hogyha játszasz egy ilyen poénos FPS-t, például egy kevésbé reálisat, mint egy Fortnite-ot, vagy pedig játszasz egy ilyen Rainbow Six Siege-et, teljesen máshogy állsz hozzá kettőhöz. Jó, rohadt jó. Nagyon jó, az a kamerakép, hát attól már most dobtam egy hátas, gyerekek. Vegyük a földre okosba. Igen, a tartályba belátsz. Ahogy kell, gyerekek. Ahogy kell. Ahogy kell. Tudom, ott is belátsz. Igen, van egy ablak, aztán látod, hogy telik. Tudom. Tudom, egyébként mindig vannak ilyen, hát akik úgy érzik, hogy ilyen sértetnek kell lenni azért, mert én azt mondom, hogy ez a csomó tekintetben jobb, mint a Farming Simulator. Inkább nem azt mondom, hogy jobb, hanem azt, hogy részletesebb, meg jobban, jobb, inkább szimulátor. És ezzel szerintem kár vitatkozni, mert ez igaz. A Farming Simulator az inkább ilyen casual kategória. Az egy árkád játék. És ne vesszünk ezen össze szerintem, mert az nyilván így van, hogy az inkább szimulátor. Na, akkor szépen lecsatlakoztatjuk a eszközt először. Nagyon élem. Tényleg úgy érzed, hogy mész kiaratni. Na ide, ott a nyúl megint, ne. Oké. Lecsatlakoztatjuk, igen. Ó,
Valóra, amikor ilyen megeredődés, mit lehet egy ilyen kombájna csúszkálni? Várjál, nyomunk egy kéziféket, én a... Le akarom csatlakoztatni normálisan. A faszán ide állta a keeper. Ugye? Jó. Csatlakoztatni kell az adaptát. Menjünk egy kis belső életet. Rohadt jó az a kamera, hogy rohadj meg, oda néz. Egy ilyen kicsi, apró dolog, és mégis mekkora királyság. Várj, nem ide kellett volna csak, érted a... Ide másik oldalra kellett. Jó, ő akarta, hogy ide rakjam, nem ide raktam volna ezt a vágóasztalt. És ugye nem úgy beszél róla, hogy vágóasztal, hanem adapter. Ugye gondolom a szakkifejezések azok beledevadnak a dologba. Oké. Okay. Jó, ezt mondjuk felveszem Q-val, szerintem ezt belülről is fel tudja venni egy kombány. Vagyis van olyan, hogy belülről csatlakoztatsz. Azt mekkora ez a gép, hogy rohadt életbe. Ott szerintem rugunk egyébként, nem mondom nektek. Nem. Szenved. Hova kell hajtanom oda? Először a forgókat kell. Nézd meg! Nézd meg ezt a vágóasztalt! Álljál meg, várjál, most én megállítom. Nézd végig ezen a vágóasztalon. Nézd végig! Hát mennyire élethűleg tűnik, úgy érzed, hogy fém. Miért van ilyen fém hatása? És miért tűnik ilyen masszív dög állatnak? Nem most, bazzen, nem most, nézd már meg. Belül, első nézetben főleg, bazzen, úgy gurul, áh! Kézifék! Rohadt életben, gyerekek, itt tüzé van, itt fönnforgás van. Ha látok, olyan súlya van, egy elgurul, de nézd meg, mennyire élethű. Áh! Annyira bánom. Annyira bánom, hogy ezeket nem lehet im... Mi a? Mi volt az? Kijött a traktor! Pótkocsival! Ha mellém fog állni! Hogy üríteni! Akkor én ezt itt abba hagyom ezt a gameplayt, azt... Kilépek, ezt letörlem a farming szimulátort. Ha mellém fog állni! Kijött a traktor! Nem tudom, mit csinál, mit melegíti a gumikat. Ez egy kicsit érdekes, jó, ez érdekes. Hogy mit csinál. Szerintem gyerekek ez az lesz, bazzek. Nem, félreállt, nem jól tudott megállni szerintem, és félreállt. Ez figyel engem, a mesterséges intelligencia. És ez ha mellém fog állni, én ezt nem fogom elviselni. Állj. Állítsd be a kormányt munkamódba. A kombánynak van néhány eleme, amelyeket aktiválni kell, ide tartozik a tartály kinyitása, a rendkészítő behajtása és kinyitása, valamint a GPS modul elindítása opcionális. Ezzel a modulla mindegyike menüből. Időt takarítasz meg, behajtás, kihajtás parancsokkal. Na várja, először is kinyitjuk. Hát mit nyit ki, bazza? Az mit nyit ki ott? Ez mi? Ez mi volt ez? Csak kapcsolt be a cséplőrendszert. Félreállt a traktorosod, a gyerekek, nem bírod! Várjál, nekem a izé, ezt a izét nekem kellene. Ja, oké, okay, van. Ja, jó van, oké. Okay. Jó van. Engedd a vágóasztalt. Bazze. Várjál, el kellett volna indítani vele ezt, csak ma. Úgy szenved a gép, hogy nehogy elcsúszol, mert olyan lejtő van itt, figyeld! Rendesen szenvedek vele, várja, állj meg, nyomjunk neki egy tempomontot úgy. Meg kíváncsi vagyok, hogy... Aha! Egyszer-kétszer körbe kell hajtanod a mezőt, ugye a forgót csináljuk most, gyerekek. Ó, bassz, nem hiszem el ezt a játékot. Jó, kihagytam, tudom. Belső nézet. Nyugi, bassz. Kamera meg minden. Jó. Én azon a traktoroson behúgyoztam, hogy az kijött.
Szerintem az be lehet osztani. Ugye munkásokat lehet felvenni, és rendesen munkarendet lehet neki kialakítani. Nem úgy van, hogy nyomok egy hátamezőn. Ez rendesen meglepett. De tényleg, ha ez mellé, én abban nem bízok. Abban nem bízok. Azért az nagyon bonyolult lenne megoldani, hogy mellé rájön. De hogyha mellé áll, és ezt tudsz úgy üríteni, akkor én komolyan mondom, hogy... hogy Giantsnek írok, hogy anyátok. Oké. Okay. Ott volt egy kis betöltési idő, de hát ez gépfüggő, nem a... gondolom, nem a játéknak, de igazából megoldhatták volna. Próbálok kritikusan állni hozzá. Komolyan, próbálom keresni a hibákat. Eddig ebben a részben nem találtam. Ezt valahogy komolyan mondom, ebben a részben nem találtam. Tudjátok, mindegyszerre még, ha porosodna a kombány. Mert ugye az a gond, hogy a farmingban például nem nagyon porosodnak a dolgok, hanem inkább így... Oké, okay, de kivegyünk, álljál meg. Oké. Okay. Bokrot nem kéne, oké, okay, emeld fel a szerkezetet. Tolass vissza a pontig, várjál, külső részletből megnézzük. Aha. Okosba. Úgy. Engedd le a vágóasztalt, aztán adjál neki is annyi, ugye? És ugye meg kell csinálni a forgót. Utána kell ugye learatni. Itt pontosan fordítva működik, mint a talajművelésnél. De az egy kicsit balra kell szednem, mert rendesen húz a gép. Gyerekek, olyan súlya van, halljátok, el nem tudjátok képzelni. Egy ilyen nagyobb eszköznek, vagy nagyobb gépnek olyan súlya van, így a játékon belül tök érzed, hogy például ilyen lejtő meg akar futni. Oda nézed, ott áll a traktor, beszalok. Végezd el a vatakarítást a második során. Jó. Hát ezt nagyon élvezem. Hát, menj a francba, hallott tesó. Nem akarok tényleg ilyen nagy felszopást csinálni ennek a játéknak. Esküszöm, de... egyszerűen tetszik. Emeljük fel. Visszatolhatunk, most már ugye azért... csak visszatudunk. Oké. Okay. Mi ez? Várj, állj. Megállítom az aratószerkezetet, mert engem zavar, hogy itt csörög. Nyomunk egy kézéféket, igen. Eddig a kombány aprítóállásban volt. Ebben az üzemmódban a gabonaszárakat apróra vágják, és a hátsó részen át kiutatják a földre. Ha a kombány rendkészítő aktív, a szárak a kombány hátsó részéből rendként hullanak le. A rendet később beállászhatod is. Kíváncsi vagyok, hogy itt hatással van-e az rá, hogy a szalmát, ha szétterültem a területen, hogy az mondjuk hadd-e plusz tápanyagot egyébként, arra rohadtul kíváncsi, hogy de igen, mindjárt ezt már átalakítom. Váncs rend készítő állásba. Igen, nagyon jó. És ez még? Helybaszóró be, ki? Ez mi? Tartály felé, indítás, ürítőcső. Oké, okay, jó. Engedd le a vágóasztalt, indítsd el. Olyan ránt a gépen beszarsz. Figyelj, lehet nézni hátul. Nézzétek, kamera. Oda né. Ugye megnézem külső részletbe is. Hogy sem, komolyan mondom. Nem tudom elhinni, mennyire brutál ez a játék. Ó, eltértem, bocsánat, csak élvezkedek, komolyan mondom, élvezkedek ezen a játékon. Jó, elcsesztem ott, nem baj. Amit láttatok, a kombány néhány méter, milyen szkit, próbálom, valamit írt. Nem semmi gond. Jó, az nem fog ide jönni, azért az kemény lenne, az jó. Hát ez nem megvalósítható, hogy ide álljon mellén. De viszont az, ahogy oda beállt, meg ugye szerintem túlment először, viszont túl nagyot fékezett, megcsúszott, nem a jó helyre állt, és akkor fogta magát, ment még egy kört. Fia, itt lesz a csáva. Ki kell ürítenem neki? Várja. Oda néz, egy ülik. A csiga hordja be szépen. Hordja föl. És mozog, mocorog minden a kombájna, hallod? Várjál, nem koszolódunk? Nem porosodunk?
Hát az sajnos nem. De mondjuk lehet, hogy ennyi idő után még nem. Lehet, hogy később, igen. Azért ez egy nagyon kicsi föld. Ah, itt azért lehet élvezni, bazza, még az aratást is, hogy így csinálod. Gyerekek! Le a kalappal készíték elő. Emeld fel a vágóasztalt. Tolasd vissza a pontig. Ja, visz... Aha, megint el kell... Várja. Várja, várja, várja. Hú, bazza, rendesen beszartam. Oda lézek, de a kerék az már porosodik, koszosodik. Hát ezt elbasztam. Na jó, belemegyünk az erdőbe, basszus. Féltem a gépet, összeterek havajával, de várjál. Így, oké, és engedd el a vágóasztalt. Engedem, engedem, figyeld, milyen, miért ránd a gépem majd. Mindjárt, várjál. Mindjárt. Na, té. Egy kis emelkedő van. Kicsit vizes lenne a talaj, mondjuk aztán akkor nem kéne aratni se. Élvezkedek, annyira gyönyörű a látvány, komolyan mondom. Ah, picit, mintha rúgna az első kerék, ugye? Melyik rúgna? Végezve a betakarítást a negyedik során. Jó, jó. Körbe van a forgó, meg van csinálva. Ah, úgy, ahogy, ugye? Nem. De nem sikerült tökéletesre. Fordulatszám az egekbe. Szenved szegény gép. Emeld fel a vágóasztalt. Mindjárt, mindjárt tesóká, végigélek. Úgy, megvagyunk. Vagy ki a... Vágó... Jó. Szerintem... Ez izét akarja, hogy hajtsam ki a csövet, nem? Nem. Hajts a pótkocsi mellé. Most, hogyha kombány megtelik, betöltheted a csípet, gabarát a portkocsiba, hajts a portkocsi mellett és ne felejtsd el az elengedő helyet hagyni a kombajnak, hosszú csere van. Mi mellett hajtsak? Ja, menjek oda. Jó. Hát sajnos oda kell menni, úgy látom. Úgyhogy ez nem történt meg az az esemény, hogy ez ide jött mellém. Azért az egy kicsit epic lett volna. Akkor tényleg azt mondtam volna, hogy jó, forming szumulátor, menj a francba. Figyeljetek, nem nyomom a gázt, motorfékkel vegyük le. Sőt, már fékeznem kell. Bazza. Szolidan, bazza. Olyan súlya van ennek a gépnek, rendesen. Rendesen izé fosok. Nincs meg a radiámit. Várj, nyomok egy kéziféket, mert őrüled van. Cső kiengedése. Egy kicsit távol, közel álltabb, mi? Aktiválta a cső üritő orsóját. Szolajában van. Na jó, ez igen, ez nem éppen jó helyre álltam. Úgyhogy ez olyan, mint hogyha kidobna, kellé menne, de egyébként belemegy. Jó. Hát ez nem szép, meg egy kicsit olyan furcsán is néz ki. Itt ez a, hát mondjuk nem olyan rossz. Egyébként tök ilyen hullámzóan jön ki belőle. Hogyha megnéztek ilyen videókat, akkor tök ilyen hullámzóan jön ki, mert ugye ahogy az orsó hajtja egy kicsit ilyen furcsa, de hát azt, hogy így be tudtuk oda küldeni, úgyhogy mellé folyt, ez nem volt a legszebb megoldás. Igen, cső vissza. Ja, nem folytatjuk. Mi ez? Akarod itt be is fejezheted a mezőcséplését, most, hogy elkészült a forduló, a növények többi része sávokban csépelhető hosszant irányban. Amint a kombány megtelik, a tartály automatikusan... Mi van? Na várja! Mit ír? Amint a kombány megtelik, a tartálya automatikusan megközelít ti a rakodáshoz. Na. Aj, baz. Nagyon csúszik ez, hallod? Meg már tiszta kosz a gumi is. Várja. Hát ezt ki kell próbálnom. Oké. Hosszú térányba csépeljünk. Arra vagyok kíváncsi, hogy mi lesz, ha megtelik. Mert azt írja nekem itt a tooltip, az, hogy ha megtelik, akkor megközelít minket a kirakodáshoz. Hát én azt kötve hiszem,
De ezt ki kell próbálnom, bazza. Én nem hiszem el, még mindig nem hiszem el. Lehet, hogy csak a fordulóknál nem tudta ezt megcsinálni? Mert ugye fordulónál elég furcsa lenne, hova állna mellém. Bele kellene állnia, ugye. És kíváncsi vagyok, hogy belülre áll-e, vagy kívülre. Ugye arra figyele. Na, most itt, mégiscsak farming törlés lesz, bazza. Ne ijedjetek meg egyébként, nem, de hát most őszintén. Mennyivel fejlettebb egy játék ez, mint a Farming Simulator. És ez, nem is tudom, 2 éve, vagy 3 éve készült. Ez brutál, nagyon gyönyörű. 930 varió, egy 50-70 tukának. Sokkal közelebb érzem a gépeket is magamhoz, valamiért ilyen. Hát nem azt mondom, hogy már belső. Figyeljetek, nem tudok én ennek jelezni, hogy mit tudom, hogy várjál, csinálok egy olyat, hogy ilyen fölcsapom a izét. Jó lenne egyenesbe menni, mi? Fölcsapom a... Mondjuk minek itt van a különböztető jelzést. Nem. Arra vagyok tényleg, hogyha megtelik, az mellém áll. Én ezt egyszerűen nem tudom elképzelni, mert én úgy érzem, hogy az így lehetetlen kategória. De majd mindjárt meglátjuk. Szépen kievelünk itt. Úgyné. Aztán csinálunk egy okos fordulót. Nincs itt árokba, azért ebben belevegyek az árokba. Elég jól lehet fordulni a kombájnnal, ugye, mivel ilyen, mint a targoncának a hátsó kereke fordul, de ezt gondolom mindenki tudja. Annyira nem kell ezt bemutatnom. Ezt már küldhetjük is neki. Porzik mind az Isten nyila. Mennyi van bennünk? Lehet, hogy meg se telik, basszus, én meg itt várom, hogy megteljek. Na, hány százalékig vagyunk? Aha, jó. Ezen 300 liter van bennünk. Hát figyeljetek, mindenképp learaknom, mert hadd élvezkedjen egyet a keeper, rohadt jó. Ja, ez ilyen izé, aha, ez ilyen figyelő, ilyen szenzorok, ugye? Két oldalt a gépen, az a felső, az is valami hasonló lehet. Ezek ilyen szenzorok. Egyébként még ilyen régi bizon combine modokat is láttam hozzá, szóval vannak hozzá ilyen nagyon autentikus. Egyébként olyan hangos az a cséplés. Így. Így van, mindjárt mennyire kellemesebb, de... Nagyon cool. Ott még vannak milyen kijelzők, 6 km per órával megyünk. Az nem tudom mi az a... Az a 22. Az a telítettségünk? Meg mi az 1,7 km? Úristen, mi az? Meg az üzemanyag az mindjárt kifogy. A hőmérséklet az jó. Gyerekek, várj, azt nem lehet matatni azt a menüt. Nem lehet valamit. Azért, hogy már mindent kinézek ebből a játékba. Jó. Jaj, nem fog megteledni, állítom. De meg fog ezt teledni. Már egy negyedéig van kb. Ugye hány százalékon? Ja, negyedéig van. Oké. Okay. Gyerekek, rendesen jobb oldalra így húz a gép. Figyeld, nézd meg. A lehető miatt. Meg szerintem néha, aha, megrugott. A izé kerék, amelyik ugye fejjel volt kerék, az rugott meg, mivel a bal oldalin azon nagy terhelés van, a jobb oldalin viszont ugye kicsi terhelés van, mert ott nem oda megy a súlyú. Meg szerintem az is befolyásolja, hogy mennyire van tele ez a kotla. Jó, ez jó lenne, tele lenne gyerekek, ezt bírnám. Várja, belenézek fölülről is. És izé, és mindig ellen kell kormányoznod, mert különben izé, balra el akar húzni. Mivel nagyon arra lejt a terület. Hát ja, egy kicsit kihagyok néha ilyen dolgokat. So sorry, gyerekek, nézzétek el nekem. Nem tudom, hogy átjön a videón. Tényleg írjátok meg, átjön a videón, hogy mennyire másabb az egész. Hogy nem csak az a fizika, hogy elsüllyed-e a gép, vagy nem süllyed, hanem az a fizika, ahogy a gépek viselkednek, hogy van súlyuk. Ez, hogy van súlyuk, hogy érzed, hogy van súlyuk. Ez tök ilyen fura. Nem tudom, hogy ezt hogy tudnám megmagyarázni. Nem csak olyan, mint hogyha ilyen műanyag, ilyen, mit tudom, ilyen 0 kilós dolgok lennének, és azzal száguldozol, és akkor így neki mész valaminek, az pattanik egy ilyen hatalmasat, meg ilyen hülyeségeket csinál. Hanem ilyen, tényleg úgy érzed, hogy ilyen rohadt nehéz döggel vereted. Jó, karbantartás is van ugye ebbe a játékba, arra kíváncsi vagyok. Lehet, hogy még úgy is, mint hogy a
hogy lehet, hogy a gumik kopnak, vagy valami ilyesmi, hát én már mindent kinézek belőle. Tényleg, nagy, sok elvárásom van, írtátok, vagy írt egy ember, vagy olyan, mintha nagyon nagyot akarnék várni ettől a játéktól, de nem az, hogy nagyon nagyot akarok várni ettől a játéktól, hanem mindig meglep. Oké. Okay. Nagyon jó, szuper. Jó, hát nem a legügyesebben csinálom. Újra jó lenne megtellene, bazze. Mert ugye azt írta, hogy az befog, akkor automatikusan állni mellém. Jó gyerekek, de jó lenne. Csak az a baj, nem, lehet, hogy pont úgy van kiszámolva, hogy meg se fog tellni. De tök durva, hogy ott egy ilyen... vannak szélessége ezek, ott bal oldalt látni, látod? Hogy éppen hol férünk el. Tehát akkor itt már látod, ugye itt kinéz a operátor, és látja, hogy ugye ott fog elférni. Tehát az a legszélesebb pontja a járműnek. Nagyon, régebben meg szerintem most is használtak. Régebben nem is tudom, miken volt. Régen Tátrákon meg ilyeneken szoktatok látni, ilyen szélességjelző bogyót. Hát tudod, és akkor látni, hogy hol fog elférni. Ezen az oldalon meg nincsen. Érdekes. Nem tudom, azt máshogy lehet, hogy máshogy nézik. Nem tudom, mik azok a izék, mik azok a műszerek. Mind a kettő nem lehet a fordulatszám. Na, feléig van gyerekek, hát. Imádkozzatok, hogy teljen meg, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy... Figyeljetek, nem akkor fog jönni, hogyha kirakom a csövet? Na most azt kíváncsi vagyok, most a forduló után nyomunk egy olyat, hogy kirakom a csövet. Majd nem csúnyán mondtam, bocsánat. Felvesszük. Fordulási. Fú, bazze, de jól néz ki. És hogy billeg, érted, így izé, így. Ezt nem jól raktam, nem, bocsánat. Úgy, vissza egy kicsit. És bazze, a fizikával is rendesen izé küzdened kell, komolyan. Na várjátok, megpróbálok egy csövet kicsit csapni. Ez nem akar jönni, gyerekek, ez nem akar jönni. Ha minden, hogy próbálok neki, nem tudom elhinni egyébként, hogy ez lesz, hogy működni fog. Úgyhogy ez érdekes. Aj, nehogy, valószínűleg az lesz egyébként, hogy hamarabb be fogjuk fejezni a cséplést, mint... De tök jó, hogy... Ez is tetszik, hogy nem aratásnak hívja, hanem cséplésnek. Egyébként jó, eltértünk a soroktól, látom. Ugye azért húzódok már balra, mert ezelőtt is elcsesztük, de próbálok most minél többet lehúzni. Várjál, radiál menni. Mi a pöcsöbb? Orsó fel, orsó előre, hátra. Lehet állítani. De jó. De miért, azt miért kell állítani, gyerekek? Valaki már mondja meg, aki így nagyon ismeri a dolgot. Ja, amikor nézetváltás van, akkor néha ilyen betöltési problémák azért lépnek fel, hogy egy tized másodperccel később töltődnek be a dolgok, de hát azért annyira talán nem problém. Ezt így elnézem neki. Ja, egyébként azon gondolkoztam, hogy sokan sértésnek veszik ezt, hogy ha összehasonlítom egyáltalán a Farming Simulatorra, és ez szerintem tök ez a tendencia így megfigyelhető a mai társadalomban minden téren. Például a politika az ilyen konkrétan szétszakította ugye az egész Magyarországot. Minden, nem fogok állást foglalni, de ugye mindenki szidja a Lipsiket, mindenki szidja a másik oldalt, mindenki, aki ugye nem egyik oldalhoz tartozik, az nem is magyar, aki nem tartozik az egyik oldalhoz, az háborúpárti, a másik az... Úgyhogy tényleg egy ilyen... Nem tudom, mindenki úgy érzi, hogy valamelyik oldalhoz csatlakoznia kell, akár mi is lehet, ez lehet egy zenei irányzat, vagy lehet ez egy játék. És az amellett olyan szinten ki kell tartani, mint egy vallás. És ez szerintem rottul nem jó, hanem ilyen el kell fogadni, és meg kell vizsgálni a másik felet is. Meg kell vizsgálni ezt a játékot is, hogy ebben ez miben jobb. És úgy kell objektíven nézni, hogy ne az legyen bennünk, hogy
mert mi a Farming Simulator az jobb, és csak ez legyen így a szemünk előtt, mint egy szemellenző, és ne is úgy nézzük az egészet, hogy ez jobb, hanem próbáljuk úgy megvizsgálni, hogy tényleg miben melyik jobb. És hogy fogadjuk is el, és objektíven tudjuk vizsgálni, és ez nem csak ez erre vonatkozik, hanem mindenre. Például folyamatosan olyan szinten szörnyű kommenteket látni mindenhol, így a TikTokon, a Facebookon, meg mindenhol, hogyha valakinek nem tetszik valami, akkor egyszerűen olyan szinten lehúzza, hogy az őrület. Például olyan dolgokat, amik konkrétan tényleg csak ízlés kérdése, tehát nem lehet objektívan megállapítani, hogy mi jobb. Például zenébe. Ugye, aki például Azairával kapcsolatban fedeztem ezt leginkább fel, hát srácok, az Azaria gyűlölők tábora az olyan szinten nagy, hogy az hihetetlen. Én elfogadom, hogyha valakinek nem tetszik az például az Azaria zenéje. De attól miért kell gyűlölködni? Miért kell azt mondani, hogy szar? Ő írja le, egyébként van egy nagyon egyszerű dolog, amivel ki tudod fejezni azt, hogy intelligens vagy, ha azt mondod, hogy szerintem nem jó. Szerintem. És ez mindenre így igaz, hogy szerintem. Érted? Hogy neked az a véleményed. Hogyha például neked az Azaria nem tetszik, akkor megmondod, hogy nekem nem tetszik, szerintem nem jó. De az nem tudod kijelenteni egy olyan dologra, ami full szubjektív, hogy szar. Mert igazából az egy olyan, hogy azt mondod, hogy a csokifagyi szar, azt nem lehet azt mondani, mert egy csomó embernek tetszik a csokifagyi. Azt tudod mondani, hogy én nem szeretem a csokifagyit, érted? Az egy szubjektív dolog. Az, hogy te nem szereted, a másik ember szereti, ez egy tök természetes dolog. És olyan szinten, nem tudom, gyűlölködésbe mennek ilyen dolgokkal kapcsolatban, hogy amik tényleg full szubjektívak, lehet, hogy tetszik a másik embernek, lehet, hogy nem tetszik. És ez a játékkal kapcsolatban is. Sokan egyébként, én sok farming szimulátoros kommentből azt érzem ki, hogy konkrétan ilyen sörtésnek veszi, hogy a farming szimulátorhoz képest hasonlítom ezt a játékot, és azt mondom, hogy ez a játék bizonyos dolgokban jobb. És ja, szerintem jobb. De viszont vannak tények. Az, hogy részletesebb. Azt mondhatom, hogy részletesebb, mert sokkal részletesebb. Azt lehet mondani a Farming Simulator 15 vagy a 22-re, hogy ott meg sokkal több content van, sokkal több dolgot lehet csinálni, mivel igen, 20 éves brand, csomó mindent már beleraktak, igen, lehet majd a 25-ben rist termeszteni, meg minden, igen, abban több a content, de gyerekek, ez nem fog megtelleni, basszus. De jó lenne volna megtelni. Ez pont az lesz, hogy nem fog megtelleni. De egyébként itt bearangozta nekem a dolgot, legalábbis azt írta, ugye, srácok, hogy ha úgy érzékelő, hogy megtelt, akkor jön. De hát ez rohadtul nem jön, gyerekek. Pedig aztán éltem volna. Ilyet, ez ki van találva, hogy pont nem telik meg. De azt írta, nem? Azt írta. Úgyhogy majd kíváncsi leszek, hogyha a free playbe, majd pedig karrier módban játszunk, akkor tényleg a munkást felvesszük, és akkor meg lehet nekem mondani, hogy segítsen az aratásba esetleg, és akkor tényleg ide fog jönni. Erre rohadt kíváncsi vagyok, nem fogok róla videót nézni, esetleg, hogyha te játszasz vele, akkor nyugodtan írd meg, hogy ez így van-e, vagy nem-e így van, de ez nagyon durva. Fú, erre kíváncsi lettem mondani, de az már lenyűgözött, hogy kijött a földre, azt odaállt, és igen. Jó, ezt tudom, hogy igen, 22-ben is ki lehet küldeni meg minden, de arra vagyok kíváncsi, hogy a munkást azt így be lehet-e osztani különböző feladatokra majd. Ugye valószínűleg a tutoriában el fogunk kérni addig, hogy munkásokat fogunk használni. Gyerekek, koszosodunk gyerekek keményen. Ott van egy ilyen sár csimbók már. Azt nézem, hogy a vágóasztal viszont olyan csili még mindig, mint az állat. Nem akarom befejezni, azt akarom, hogy álljon mellém a csávó, bazza, és pont ki van számolva, én meg learadtam az egészet azért, hogy mellém álljon. Erre meg figyel, mi történt. Jaj, de kár. Most már mellé állok, csak azért is, gyerekek. Gyerekek azt írja, hogy elsajátítottam mindent, amit tudnom kell a gabona cséplésről. Most már ide jövök, bazza, komolyan. Hát a frances emberét, hát miért nem jött ide, haver? Nem lehet valahogy hívni? Tök azt mondta, hogy jó, hát hogyha megtelik, de nem telt meg. Viszont az is durva lenne, hogyha oda jönne mellém. Arra kíváncsi vagyok, hát ezt mondjuk ezelőtt meg én csesztem be, hogy nem jó helyre álltam. Várjál, már kivirítem, hát most már ne viccelj. Na, most végre már jó helyre, és arra vagyok kíváncsi még, hogy ott telik, nézd meg.
ott tellik, ahol, ahova belemegy, az is jó dolog. Oda nézd, milyen jó tellik! Rohadt jó! Szuper gyerekek! Jó, befejezés nyomunk. Megnézzük, mi lesz a következő. Szállítás! Kezdés! Hát lehet, hogy ezt még ki fogom próbálni. Bocsánat, hogy ennyit eltököltünk a szaratással, de ez azért ez érdekes volt. Érdekes volt. Leginkább a fizika, ami megfog. A részletesség az nagyon durva ebben a játékban, hogy tényleg nagyon ügyelnek a részletességre. Meg a fizika. És nem csak a talajfizika, hanem maga a gépeknek a fizikája. Azt nem tudom, hogy oldják meg. Ezt gondolom ilyen engine probléma ugye a Giantsnél, hogy nem nagyon lehet normális fizikát alkotni abban a játékban. De itt. Na, ismerjük meg, hogy lehet kirakodni egy kombájn, traktorral és pótkocsival, ehhez kifolyócsi alá kell állnod. Jó, akkor most én vagyok a tattoros? Én vagyok az a tattoros, aki ez. Aha, pótkocsira, így mögötte, itt mögötte rá. Jó, hát akkor ezt fölcsatlakoztassuk. Egyébként azt bírom, amikor így neki durranít az. De ez lehet, hogy egy kicsit sok volt. És akkor így megremeg az egész traktor. Na várjál, én ki akarok szállni. Ja, ez a hologram egy kicsit így zavaró ilyenkor. Azt a megy, mekkora traktor ez, öcsém? Hallod, a hátsó kerék akkora, mint az én karakterem szerintem. Figyelj, hogy az első kerék. Azt a betyár, ez nagyon brutál. Na, csatlakoztassuk már. De fölcsaptuk. Hát azt nem tudom, hogy csaptuk fölcsém, mekkora volt, kicsit terror a téletbe. Ez mekkora? Figyelj, mit lehet tekergetni? Mi a pöcsöd? Rögzítőfék. Bazd, be lehet kapcsolni a rögzítőféket a pótkocsin. Ugye ez ilyen betekerős. Bazd, nem hiszed el. Jó, emlékszem, régi román pótkocsikon itt hátul volt. Mit lehet még matatni? Ez epic, gyerekek, hogy ilyenekre figyeltek. Oké. Okay. Júj, mekkora ez a traktor, ez beteg nagy. És egy kis vizes föld jó lenne. Na menjünk már, gondolom. Ti is arra gondoltok, amire én, hogy kéne menni. Nem is innen? Figyelj, QLT-es öcsém! Elrántotta a kormányt, meglátott minket így. Júj, gondolta, jó, ha húzzunk a picsába. Jaj, bocs. Itt ezeket nem lehet kapcsolgatni? Komolyan mondom, most meg ilyen műszeretségeket akarok állandóan bizergálni. Képzeljétek gyerekek, hogy ez a játék tényleg egy ilyen 2 évvel ezelőtt aztán így elkészült, hogyha, hát ugye sajnos leginkább talán azért nem folytatták, vagy nem tudom, hogy fogják-e valaha is, de én elképzelhetőleg tartom, hogy igen. És hogyha úgy gondoljátok, akkor vegyétek meg a játékot és távogassátok ezzel is a készítőket. Mit szerettem volna mondani? Igen. Hogyha folytatják, akkor azért ebből ki lehet. A nyúlat majdnem elütöttük. Na, oda. Baszán mi vagyunk azok a traktorosok, hallod az előbb, akik jöttek. Nem körülbelül. Ott a kombájn arat! Lik! Ügyöcsém, mekkorák vagyunk. Jézus Isten. Nyúlik a gumi rendesen fékező egyetesok. Na, a kombájn... Várjál, ezt megnézzük. Kombány pótkocsiba való kirakodásához az járművet tőle balra kell elhelyezni, ez a jelenlegi soron haladva visszafelé. Ha elég közel kerülsz, vagy ha megtált, akkor leereszti a kifolyócsövet, az megtörténik, állja le a pótkocsival. Oké, értettem, barátom. Álljál ma, valami nem stimmel. Álljunk meg. Ezt így belárom, az emelem nagyon nagy. Hát ez elég szarul arattad le, testvérem. Na mindjárt kitiprom. Nem lesz itt gond. Milyen jó, milyen légkodi hang van, vagy mi a szar ez? Na, hello haver! Mi újságod? Mit csináltál? Meg vagy rekedve? Megjött a keeper papa. Várjál. Oké. Okay. Valóban ez belső rész beélvény. Valamint, hogy tényleg így elhiszed, hogy ott vagy. Oké, okay. Nyugodjál meg! Hát még ne van izére. És mindig kéziféket kell húzni, erre hiszitek, de mindig kell kéziféket húzni, hogy megálljon ez a gép rendesen. Élvezkedek, gyerekek, komolyan mondom, élvezkedek.
Tucano. Ez ugyanaz a Tucano, mint amiben én voltam. Sváncok. Most, hogy kirakottál némi árpát a kombájból, akár tárhatod, akár el is adhatod. Ha ma adjuk el ezt az árpát, te ezt tart csak a borakereskedőhöz a kikötőre. Később megismerheted a gabona tárolásának módját. Jó, akkor vegyük a vérbe. Haver, jövök, vigyázzál. Hello! Jó, kicsit olyan... Hoppá, oda, figyeld, az egyik oldalába van. Jó, ez is tök jó. Ez is egy ilyen olyan adalék, ami ilyen tök apró dolog. Tudom egyébként, hogy a FS-be is valamennyire igazodik, de azért nem ennyire durván, nem? Mondjuk lehet, hogy itt már lefolyna, nem tudom. Ó, menjünk gyerekek. Kinyitom, az olyan beleg van, hallod. Én mindig ezzel birok szórakozni, várja. Jelenesbe. Úgy. Meg az, hogy bejön a szél, a zaj, meg ezek a hangok, ez például brutál jó. Ez ahogy a Ford kocsi elutárdunk, ezt nem tudom, azt is éreznie. Ó, bazi, láttad? Hogy megemelkedett az egyik oldala? De ilyen másik oldalt majdnem szétlapult a gumi, kényába szegénynek, eladjuk. Ja, egyébként írtátok, hogy ez Na, figyeld. Bazi, ahogy mozog ez a portkocsi, az egy brutál. Ahogy mozog ebben az a portkocsi, bazi, hol vagyok? Aha, ja, erre balra. Eladjuk. Szeretném eladni. Valaki jön zsákolni? Ja, itt kell, ha, ide kell lehetni, jó? És vannak ilyen hangok. Melóznak itt a gyerekek, melóznak. Na, hogy kell? Rakod ki a... az U-val? Ez a gabona kiöntés. Ez jól néz ki. Na, ez jól néz ki? Ez jól néz ki. Kattog. Kattog, ahogy az ajtó gyillik ki. Szokott. Láttatok már billenteni pótkocsit? Minél nagyobb a mező, annál gyakrabban lesz szükség a kombány kirakodásához. Normál esetben most visszahajtanál a mezőre és megválnál a következő rakodást. De a folyamat megismeréséhez ennyi is elég. Az oktatóanyag befejezéséhez nyom meg a befejezést. Szuper. Bálázás, gyerekek, jöhet a bálázás. Megcsináljuk. Jó, hosszú lesz, de megcsináljuk. Jaj, nem bírom ki, ez a játék tök jó. Nem tudom. Aratás, bálázás. Jó, aratás, maghordás és bálázás. Ez tök jó. Ezt így most megcsinál. Körülbelül már felénél vagyunk egyébként a tutoriál sorozatnak. Még nem tudom képzelni, mi lesz még itt. Tényleg. A T-kategóriás jogsi megszerzése lesz. Hát figyelj, nem tudom hány óra, minimum ilyen 10-15 óra csak a tutoriál. Na, miután a kombány elvégezte a termény és a szárak szétválasztását, ugye azt csinálja a kombány, a szárak egy apróra vágva kerülhetnek ki a mezőre és tápanyagként visszajutnak a talajba, vagy egészben úgynevezett rendekben maradnak a mezőn. Ezeket a rendeket ezután újra felhasználják. Vagy közvetlenül egy szillás portkocsival gyűjtik össze, vagy bálázóval, szalmabálákba tömörítik. Yes. Ebben a bemutatóban összegyűjtöd a rendet a Class Quadrant 3200 RC szögletes bálázóval, majd tömöríted és legalább 6 bálát is elkészítesz. Ezután a homlokrakodóval és bálavillával összeszeded a bálákat, a portkocsira rakodsz és egy kereskedőhöz viszed. Figyeljetek, ez külön részben lesz, mert látom, ez már fosszú a folyamat. Viszont, brutál. Azt akartam mondani, hogy nagyon durva, nagyon kíváncsi leszek, hogy a bálák fizikája milyen. Mármint ugye a farmingban ilyen nagyon furcsa, olyan, mintha egy ilyen gumi zselébe dugnád be a vállavillát, és úgy rakosgatnád, meg nagyon furcsán viselkednek az ilyen tárgyak, így össze-vissza bugolnak. Erre nagyon kíváncsi vagyok, úgyhogy innen folytatódik. Köszi a figyelmet, csácsomit sőtésztel.